akkor hogy csináljuk? Kit interjúvoljunk meg? Hát nem tudom, mert hogy ilyen időben így senkit, tehát így a fény más oldalba tudunk bemenni, meg ilyen utca emberéket, de az utcán sincsenek emberek, mert hóhelyett eső esik, nesze neked mediterránea. De az hogy ahogy magyarázod a bizonyítványodat, az az, ami nekem nem szimpatikus, Mihi, hogy ott sírok neked, hogy egy kicsit gondoljuk már át, hogy mit csinálunk, meg miért jövünk le, és odáig tudjuk az egészet, hogy így jöjjünk be és jöjjünk le. És akkor majd ebből lesz bármiféle. Ebben az autóban mondjuk ülne a trutkó mondjuk. Hát abban mondjuk pont nem ülne, mert vásárol magának valami komolyan. Hello, elnézést! Pécsi híres embert keresnénk. Hol? Hát, hogy itt a környéken nem tud-e esetleg. De menjenek föl, itt mindig vannak. Hova megy ma éjjel az urán város? Fizetésnap van, és van kocsma számos. Számtalan presszó és vidám lányok. Zenekar játsza a legújabb számot. De a legjobb hely ma a bányászt várja. Az olimpia szálló ragyogó bárja. Várja a bányászt, s a pénztárcáját. Kéne próbálni az olimpia várját. Jó napot kívánok! Tegeződhetünk, mert az önhangja is eléggé nagyon, fiatal. Jaj, nagyon, megtisztel, nagyon meg köszönöm. Aztán fontos, hogy végül is egy csapat leszünk a következő napokban, úgyhogy nem állt egy kicsit közeledni egymáshoz. Hogy nagyon megtisztelő, köszönjük szépen. Nem sötét bánya az olimpia várja. Ott minden nő csak a bányászt kívánja. Pezsgőbe gyöngy van, fényes pohárban. Prima dobos van az olimpia bárban. És prima lányok, fülükben ékszer. Ha egyszer eljössz, jössz még 77-szer. S még 77-szer, s még 77-szer. Vagy itt maradsz mindig, s többé nem mész el. Ha már valakinek jönnie kell, akkor legyen ilyen normálisabb fajta. Na jó, ez eddig szimpatikus. Én mondjuk aztán... hallottam róla dolgokat, tehát, ja, tehát hogy a tárgyi tudás nem akkora birtokába áll, mint a okoskodás birtokába. Nagyon jól tudja az Uránváros, hogy rövid az élet, s a határidő záros. De egyetlen éjjel az olimpia bárban megkapok mindent, mit az élettől vártam. Mert ott úgy érzed, sosin záróra, és minden szép nő ugrik egy szóra. Mert itt ma minden a bányászt várja, pedig nem bánya, az olimpia bárja. Jó reggelt kívánok! És a riportalanyokkal mikor találkozunk? Azt már így fölvettük. Nem sötét bánya, az olimpia bárja. Ott minden nő csak a bányászt kívánja. Pezsgőbe gyöngy van, fényes pohárban. Prima dobos van az olimpia bárban. És prima lányok, fülükben ékszer. Ha egyszer eljössz, jössz még 77-szer. S még 77-szer, s még 77-szer. Vagy ott maradsz mindig, többé nem mész el. Szóval gyerekek, természetesen, ez a titka mindennek, természetesen, mint Bomber a Krisztina New Yorkban. Ennyi. Én uránvárosi vagyok, tehát ugye tulajdonképpen egy sziget Pécs városában, ami soha nem volt Pécs történeti városának a része. Mi úgy nőttünk föl, hogy a reptéren, édesapám, mik oda jártak a liberátorokra játszani, amelyek úgy hasonló leszálltak, de már szálltak föl többen. Uránváros? Ez nem olyan volt, mint ami később kertves, hogy bárhol, amit látsz, így ilyen lakótelep, ami ezt nem mindig Békás megyer, hogy nagyjából örülsz, hogyha egy nézetméternyi három darab fűcsomó, kutyaszar, és ilyen morc pingpongozók így néznek rád, hanem... Három óvoda, három iskola, három bölcsőde volt. A nagy fák voltak, parkos is volt, füvek voltak. Az az erdősáv, ami a vasút és az Uránváros között volt, az egy ilyen titokzatos, klasszabb hely volt. Ott lehetett robbangatni karbittal, meg égetni olajos flakonokat. Nem voltak járdák, nagyon szép zöld gyíkok voltak, patkányok, tarajos gőte, és a téglákon haladtunk a sárban haza. Hát ott Uránvárosban az éles dolgok voltak azért. Édesapámat ide helyezték,
az Uránérc bányához. Édesapám is az Urán bányában dolgozott, és ebben nem a bányában, de az üzemben kutatómérnök volt. Így az Uránvárostól befelé. Van Uránvárosban laktunk. Uránvárosban születtem. Amikor megérkeztem Pécsre, egy másfél évet négy évet Uránvárosban laktam, saját személyes kapcsolatban az Uránnal. Ja, tudom, az a kisportolt színész, igaz? Igen. Én kávét nem hoztam, van kávétok? Igen, az szerencsére én nagyon kávés vagyok, úgyhogy főztem egy csomó. Akkor van egy közös pont, ennek örülök. Bányász akartam lenni, mint az édesapám. Aha. Ő a Becseki szénbányákban dolgozott Istvánapnál. Az uránbányászok között olyan soha nem tapasztalt összetartás uralkodott, és még most is uralkodik a nyugdíjas uránbányászok között, meg azok között, akik még élnek, ami sehol nem a világon szerintem. Mert az uránbányászok azok különleges bányászok, azok a megfoghatatlant, olyan anyagot bányáztak, amiben abban az anyagban megfoghatatlan energiát kerestek és találtak. Az egyik volt barátnőmnek a mostohapja dolgozott lent az uránban, és azt mondta, hogy nagyon érdekes, hogy az urán kőzetnek van egy érdekes illata. Azt mondta, hogy szagra fogták ki. Nem csak, hogy színe érdekes, hanem van egy illata. Azt mondta, hogy van egy ilyen jellegzetes aromája. Nem kaphatunk teljes képet Pécsről, hogyha nem beszélünk az uránérc bányászatról. A szoborról magáról, azon kívül, hogy a szögletes illesztések és maga a színezetlen érctest, az mindenképpen az akkori bányászok zord életének szimbóluma, még az akkori rendszer jellegzetes szerszáma a légkalapács. De a rendszer szimbóluma azért ez nem a légkalapács volt, hanem a kalapács. Mert akkor mondhatnánk, hogy a kombájn is a rendszer szimbóluma volt, pedig a igen, sarló volt helyette, pont, igaz? De ismeretterjesztőbe meg nem menjünk át, hogy most a karbidlámpa kinek kell, meg kinek nem kell. Nekem borzasztó fontos volt, hogy természet közelben legyen. Na most hát itt a Mecsek révén természet közelben vagy. Hát itt a város rögtön a lábánál van, és a fölnézés rögtön látod a fenyőfákat, meg a... Szóval ez nagyon fontos dolog. Azt éreztük többen is, hogy akarunk menni valamerre, és a szüleik nem akarták, hogy mindig mondjuk kirándulás közben, hogy mi erre akarunk menni, erre, és aztán nem került ki, hogy az merre, meg miért, arra nincs erdő, arra nincsen rét, arra nincsen mező, arra csak a bánya van. Pécset kívül van élet. Gyerekkoromban ez sokat foglalkoztatott. Nem tudtam elképzelni, hogy van e városon kívül más világ is. Tehát mindenki tudja, hogy itt a világ közepén. Mit csinálnak azok ott Pesten? Megkaptam ezt már többször amúgy, hogy miért hát Pécs, hát ott nincs is semmi, meg ugye mennyire vidék a fővároshoz képest. Pécset északon Mecsek határolja, onnan nehéz volt megközelíteni, nem lehetetlen, tehát vannak azért utak. De alapvetően keleti, illetve nyugati irányból közelítették meg a várost, és aki keletről jött, az a Budai Vánnal fizette meg a vámot, aki nyugatra jött, az pedig a Szigeti Vámmal fizette meg a vámot. Olyan több ezer éves kultúrával rendelkező város, ami azért Magyarországon sem mindennapi. De ugye itt az ókeresztény időktől kezdve itt nagyon komoly kultúra épült, ki akár tárgyi, akár szellemi kultúráról beszélek. Régóta mondják, hogy minden helynek megvan a maga szelleme, a latinus is szokás mondani, hogy genius loci. Bárhova megy az ember, ott egyszerűen vagy jól érzi magát, vagy menekül. Pécs viszont olyan, hogy köt, megköt. Szóval egyszerűen a szellem áramlik belőle. Egy észak-amerikai indián csoportnak a szent helye jelöletlen. Nincs bálvány, oszlop, totem és egyéb odarakva, mégis hosszú-hosszú vándorlás után pontosan ugyanott állnak meg, ahol tavaly vagy tavaly előtt. Az útvonalakat meghatározta már az ókortól kezdve a Bécs-Budapest vonal és a Balaton vonala. Igen. Ez a két fő útvonal volt. Itt valamiféle zsákutca alakult ki a Mecsek karéja alatt, amit Szopi Anna néven is, meg az ókeresztények is már itt megalapoztak. Ebbe a zsákutcába itt megrekedtek az emberek. És nem csak azért rekedtek meg, mert nem erre vezetett a fő útvonal. Úgy lehet elképzelni, hogy a sétateret, azt tudjátok melyik, ugye a Székesegyháztól egészen a régi, tehát a központi posta épületig az egy temető, az egész. Tehát nem kicsi. De hogy azért nem laktak itt annyian, hogy egy ekkora temető. Létrejöttet volna az alatt 200-250 év alatt, amíg ugye a kereszténység
mondjuk meghatározó volt. A világon nincs olyan hely, hogyha elkezdenek építeni autópályát, bármára, akkor rögves le kell állítani az autópálya építését, mert leleteket kell menteni. A 70-es években még, amikor a teherautók bejárultak a belvárosba, akkor az egy napi hír volt, hogy éppen hol szakad be egy-egy ifa, valamelyik nem ismert, éppen megtalált vájadba, járadba, pincébe. Akárhol leás, valaki ott szinte, ahol lakhat a terület van, ott van lelet, ott laktak. Mélyebb leás, még mindig van lelet. Tehát így volt egy ilyen titkos katakomba élete ennek a városnak, hogy biztos, hogy keresztül kasul van furva. Föld alatt is szenzációs dolgok vannak. Tehát ugye a 2000 éve egymásra rakódik, az már csak ilyen. Angolok milyen büszkék az a pár Stonehenge-ükre. Hát a Kárpát-medence tele van velük. Senkinek se áll érdekében, hogy kiássa. A légi felvételeken látszik, pif, ott vannak. Nem tehetjük meg, hogy Sipőc István pécsi indiánról ne szólnánk néhány szót. A kaucsuk fa az indiánok nyelvén kahúcsú, tehát a fa könnye, jelentésű szó elterjesztése a farmakológiában az ő nevéhez kötődik. Később ezt aztán a gumigyártáshoz is elkezdték használni. Azt mondják, hogy ez tényleg a Winnetou előtti korszakban olyan Old Shatterhand típusú szintű hős. Voltak szavak, amiket nem értettem. Dorkó. Milyen? Dorkó. Hoztál dorkót? Néztem a zsebeimet. Kiderült, hogy az nem a zsebembe a cigi, vagy az akármi, hanem a dorkó a tornacipő volt itt. A szónak a jelentését, azt mondja, én is Pécsen hallottam először, tehát én sem tudtam eznek a jelentését sokáig. Nem tudtam, hogy mi a tüke. Tőke? Igen, abból ered valószínű. De nem is tudom, hogy más városban van-e olyan, hogy önmagában a tőzsgyökerességre van egy másik szó, a tüke. A tüke szó a tőzsgyökeres szó összevonása, ez olyan, mint hogy kegyelmed összevonva kend, vagy kamomilla összevonva kamilla, stb. Tehát a tüke, az tőzsgyökeres, csak összevonva ejtve. Az az érdekes, hogy Kínában is tőzsgyökeres a tőzsgyökeres, ugyanis van egy kínai írásjel, a tő, tehát a töve, és alul a gyökere van megrajzolva. Tőzsgyökeres, igazából ezt jelentik. Mi, ugye? Mi lokál, az a tüke. Azt jelenti, hogy eredeti. Az itt élő emberek évezredek óta foglalkoznak. Na, ragudj, Adány, most itt tulajdonképpen miről beszéltek? A szőlőről? Szőlő. Aha. De most erről miért kell beszélni, főleg ilyen fellengzősen? De nem fellengzős, tehát a pécsi borról szeretne beszélni. Na jó, de a szőlő azt gondolom mindenütt ugyanolyan. Tehát van benne valami érdekesség? És akkor kövágosztós környékén. Biztos, hogy egy kis radioaktivitás van a talajban. Lehet, hogy az uránbánya miatt, mert a meddőt ugye oda hordták ki. De ott nagyon érdekes vörös talaj van. Hogyha te tüke vagy Pécsen, akkor te neked itt a városért kell tevékenykedni, de ebben a városban élsz, ugyanúgy, mint ahogy a szőlőt kell gondoznod, hogy permetezni kell, hogy mit metszeni kell, hogy kapálni kell, hogy nem tudom mit kell. Tehát állandóan foglalkozni kell vele. Egy olyan fajta növekedési, vagy olyan fajta tenyészidőt határoz meg ez a talaj, hogy picit gátolja, picit viszont az ásványi tartalom felszívódással segíti ezt a minőséget. Viszont azok a mikroelemek a mézhez képest jelentős mennyiségben vannak jelen a méz mellett, akkor nincs annyi méz, mint ahogy a mikroelem, tehát a gyökerek mégiscsak hozzájutnak ezekhez az anyagokhoz. A szőlészetben ismert a terroir kifejezés. A szioterroirnak az ereje ott nyilvánult meg, amikor furcsa volt, tényleg emlékszem, hogy ugye nagy darab szőlő volt viszonylag, tehát sokan dolgoztunk, volt segítség is, napszámosok, és többször kaptam azon rajta az amúgy egyszerűnek tartott napszámos néniket, hogy például fejbe sakkoznak, tehát tényleg olyan játékokat űztek fejbe, amit ugye fizikálisan is viszonylag nehéz űzni, nem még hogy így mentális úton. És abban a tőkében valahogy felszivárgott a talajból,
sok minden, ami itt a környéken adódik. Pár sor után kiértünk, és néha csak azt hallottam, hogy sarkmatt. Valami a földből származó olyan anyag kerül az ember szervezetébe, ami más hatásokat gyakorol, mint egy hagyományos élelmiszer. Egy olyan szőlőt ismerek, ami kifejezetten a pécsi termőhelynek a különlegessége, tehát az országnak egyetlen más pontjáról sem hallottam, hogy valaki ezt termelni, ez a cirfandli. Utánozhatatlan, egyszerre édes, egyszerre fanyar, mindenféle ízek benne vannak, ami itt előfordul. Hál' Isten csinálják, és nem csak az édes fajtát, hanem a száraz, én mondjuk egy szárazbort szeretem. Van egy ilyen jellegzetes ilyen egész színe is a bornak, és van egy ilyen egyfajta jellegzetes mandulás íze, tehát egy mandulás beütése. Illata is. A fehér bor, és mindenképpen száraz, ugye? Ami a leánykába a finomság, vagy a testesebb borokba a markánság, az a cirfandliba egy ilyen átmenet. Van is egy palacka az asztalomon, mert mindig van. Én ittam cirfandliból készült bort. Hát, nem rossz bor az az aszú, sem. De azért, ha az a cirfandli el van találva, az azt mondom, hogy nagyjából egy kategória. 8 évesen, amikor például először becirfandliztam és fölkeltem, tudtam kottát olvasni. A gyökérzetet próbálgatjuk felderíteni, mégis milyen mélyre megy, mert több ellentétes vélemény hangzott. Amikor keresi a vizet, szárazság van, olyan mélyre hatol le a gyökere. 6 méter kb. 15-20, akár 25 méteres. Szeretnek olyat mondani, hozzáértően meg, hogy lemegy 40 méterre. Nem megy le 40 méterre. Ugye több olyan öregről tudunk, aki állítása szerint több száz méteres gyökereket csavart fel a talajból. Én úgy tudom, hogy 6 méterre, de duplázunk ezt meg. Tehát biztos, hogy menjen le 12-re. Megint csak olyan történetek, amik alátámasztják, hogy nem minden esetben normális a szőlőre hatása ennek a jelenségnek. 12 méter mélységben már akármi is lehet. Evzé, valamit olvastál az interneten a litteni szőlőgyökeréről? A cirfandli egy fehér borszőlő fajta származása bizonytalan, egyes források szerint Ausztriából, Gumpolz, Kirchen környékéről ered. Más forrás szerint Lágodi Comóból, Olaszországból származik. Magyarországon csak a mecsekoljai borvidék pécsi körzetében termesztik helyi fajta. Cégben egy ilyen présházakban zajlottak a házi buli. Ez mondjuk sokkal megmutatóbb volt, hogyha szeretted az általában közepesen nyitott a borokat, akkor azért tudtad, hogy mögötted pincében van még mondjuk egy 2-300 vagy 400 liter borozóan. Olyan, mint Mici Mackónak, igen, még 10 csupor méze volt. Az ember, hogyha ott van Pécs, akkor bírja az alkohol. Ezért másra nem biztos, hogy ennyire bírnám. Legalább annyi bort meg tudunk inni, mint a mediterrán. Nagyon érdekes a papusnak a bora, hogy ha megiszol 4-5-3-2-es házmestert és nem rúgsz be, ami már több mint egy liter. Az elésztársam mondja, hogy ígyunk meg egy kis penket, nem közkekó, nem. De ígyunk meg egy kis perlinget, és akkor tulajdonképpen annyira féltem, hogy meg fog érteni, és nem éreztem. Hirtelen piázás volt nálunk, ami úgy nézett ki, hogy nagyon gyorsan meg kell innunk egy üveg pálinkát, és gyorsan lefutni a rákba. És így lefutottunk teljes gőzre, és nem volt időnk ugye, hogy elpárologjon ez az alkohol. És megérkeztem, és mondtam, hogy sört kérek, és abban a pillanatban elaludtam. Amikor bundibá úgy keltett, hogy Máté, haza kísérjelek. Na ezt hívom én vendégszeretetnek, amikor odajön hozzád a kínóba, és azt mondja, ha esetleg gondolod, akkor haza kísérlek. Érdekes módon, ha italos állapotban mentem gyalog hazafelé, 2-3 kilométer, akkor is éreztem, hogy különböző szakaszokon haladok át. Egyszer végig csináltam egy szólókoncertet, és biciklivel mentem a helyre. Most nem arra értem, hogy döcög az út, vagy sáros, vagy bokros rész, vagy, hanem a légkör, a hatás. Érzem azt, hogy átmentem egy olyan szakaszon, ahol erőt gyűjtöttem. Aztán átmentem egy olyan szakaszon, ahol erőt elszívta tőlem valami. Nem, hogy valaki azt gondolja, hogy Moszkvában ez valami különösebb játékerőt, képviselő csapat voltunk, vagy valami. Érkezett rendszeresen, Kassán játszottunk Bajnokok Ligája meccset, oda külön géppel érkeztünk, és akkor rengeteg bort ki tudtam vinni. Most 2009. október végére a logisztikai dolgok azért megbuktak. Hát nem érkezett több bor, nem érkezett cirfándli, nem érkeztek a finom pécsi fajták, hát és mi lett a vége sajnos.
Haza kellett jönnöm. Pont az ilyen kicsi terek teszik Pécset az a lenyűgöző várossá, ami végül is Pécs. Az ilyen tündéri kis zegzugos helyek, ahol szívesen sétál az ember, ahol talán a fürkésző szemek elől is el tud egy kicsit bújni. Pécsi fűrészkertet Barbakán János hozta létre. Ő egy botanikus volt, Tán Károly, a foszfor felfedezőjének unoka öccse. Téren lesz kiállítva, 4,5 méter magas szobrot terveznek neki, ez egyedülálló, általában eltekintve a régi rendszertől nem szoktak ilyen nagyok lenni a szobrok. Szinte tapintható az a történelem, ami körülszövi ezt a teret is. A Pécsi Tudományi Egyetemen dolgozom, a Természettudományi Karon, a Testnevelési és Sporttudományi Intézet munkatársa vagyok, egészségtant és elsősegélynyújtást tanítok. Zsolnay Gyöngyi egy 110-szeres magyar válogatott, 5-szörös magyar bajnok és 5-szörös kupagyőztes kosárlabdázónő, aki egy azon évben került Pécsre, mint Rád Géber László. Itt van például Rád Géber. Hát ide jött, sikertelen egyszerűen gyakorlatilag 22-23 évesen, azért már lehetett volna sikeresebb is. Ide jött, és azért elkezdett bajnokságot nyerni. Nyilván nem azért, mert olyan rendkívüli képességei voltak. És valójában, de sokan nem tudják, de a sportnak itt különösen jó a levegő. Én úgy érzem, hogy itt a meccsek az erőmű, Siklós, Villány, Szigetvár, Kombó, tehát ez így speciális levegőt szerkeszt, és az, ami így lecsapódik, kondenzálódik Pécsre, ez kimondottan jó az élsportnak. Nagyon magabiztossá tesznek azok az eredmények, amit Pécsek az élsportban elérnek, mert ugye hallgatóink között voltak olyanok, hogy Jakabuzsú. 8 évesen a szüleim levittek egy uszodába, hogy tanuljak meg úszni, ami annyira sikeres volt, hogy hát azóta is próbálok megtanulni úszni. Katus Attila. Kellőképpen nagy város és kellőképpen izgalmas város, hogy ez ember sok oldalú legyen és nyitott a világra, és kellőképpen kicsi város ahhoz, hogy a mai világnak a szele az embert elvigye jobbra-balra és letalálja meg önmagát. Ez nekem álmatlan éjszakákat okozott, és még az elején, mikor nem gondolkodtam el ezen a dolgon, azt gondoltam, hogy én bennem van a hiba, és tanárkollégáimat behívtam, hogy legyenek ott a vizsgáztatáson, figyeljék a hallgatót, és figyeljenek engem is. Az én, hogy mondjam, tudásom, az én tapasztalataim semmivel sem többek, mint akármilyen más átlagos kosárlabda edzői. Csak hogy itt ez mind magától ment. És akkor mit csinálnak az edzéseken, biliárdoznak? Hát nem. Nem tudom, ezt így konkrétan nem kérdezték meg, hogy biliárdoznak. Belegondolunk abba, hogy mit jelent egy női kosárlabda mérkőzés, hogy annak idején a Sopron elleni döntők olyanok voltak, minthogyha támadás érte volna a várost, és üresek voltak az utcák, mert mindenki vagy a csarnokban volt, vagy a tévéképernyők előtt. De azt is tudjuk, hogy amikor megnyerte a csapat a győzelmet, akkor sokkal több ember volt kint a Széchenyi téren, mint amennyi befér a sportcsarnokba. Tehát nem csak a szurkolók jöttek el, hanem a kintreket szurkolók, meg az emberek, akik szerintem volt olyan is, mint például én is, aki azokban a percekben, órákban nem is a női kosárlabda csapatnak a sikerét ünnepelte csak, hanem a Pécs városnak a sikerét. Ez a pécsi levegő, ez a pécsi közeg önbizalomnövelő. És ez érezhető tett, amikor egyszerűen hazamentem Újvidékre, kicsit lehetszerűen nem működtek ezek a dolgok, ezek az automatizmusok. Egy olyan hallgató, aki itt született Pécsen, Tüke Pécsi, az máshogy teljesít. Máshogy veszi az akadályokat. A mecseki rassz. Tehát arról van szó, hogy itt Pécset az emberek Magyarországhoz, hát és Közép-Európához képest, de ha még a Mediterránt és még Skandináviát is bele tudjuk számítani, gyorsabbak, magasabbak, szebbek, okosabbak, tehát motorikailag összehasonlíthatatlan. Tehát ez a mecseki rassz, ez főleg kosárlabdára, akrobatikára fantasztikus dolgok vannak antropológiailag, tehát ez bizonyítva is van a fejmód. Tehát egy egészen más, tehát ez itt a meccsek alatt az emberek arra születnek, hogy sportolók legyenek. És még valami, hogy győztesek legyenek. Azóta is úszom,
ez ugye már 12 éve. És hát kisebb-nagyobb eredményekkel ez sikerül is. A héten például hány érmet sikerült? Most a legutóbbi versenyen 4 érmet szereztem. Francia nyert egy világbajnokságot? Európa-bajnokság volt Törökországban, és hát ott 3. lettem. Országos csúcsot húztam. World Games, vagy világjátékok, amit az olimpiát követő évben rendeznek, mindig az olimpiát követő évben, 4 évente, tehát ezzel nem olimpiai sportágnak az olimpiája, amit megnyertünk. Hát annak igen, nagyon örülök, mert igazából ez egy felnőttek között elért érem. Volt olyan 2 évünk, amikor volt 21 nemzetközi versenyünk, abból 17-et megnyertünk. Hát nem tudom, hogy azok a hallgatótársak ottan mit gondoltak. De hát ők is látták, hogy nem 150, hanem 2 métert ugrik a gyerek, és ugrott. Mennyit gyakoroltok amúgy erre? Hát, nem sokat. Hát el kell mondanom a tutit, hogy valójában mi is az a recept, ami kialakult bennem a meccsek irasz oktatásával, önbizalommal. Ez a látgébra. Tehát van egy recept, én most már pontosan ki tudom számítani a labdának a röppáját. Tudom biomechanikailag beállítani, hogy az ellenfél hogyan fogja emelni a kezét. És ezt a receptet megírtuk a kollégáimmal. Én ezt itt megvan. És 3 tanú tudja, el van ásva. Tokióban volt egy nemzetközi konferencia, ahol a plenáris ülésen meghívott előadóként előadtuk ezeket az eredményeket. Hát nem azt mondom, hogy kudarc volt, de megkérdőjelezték itten a mi szavahihetőségünket. Azóta egy kicsit óvatosabban kezelem ezeket a dolgokat, mert a tudományos világ ezeket az eredményeket nem hiszi el. A Széchenyi tér, de hát az is, annak is egy külön hangulata. Hát azért az, hogy mondjuk kúros muzsikát 6-8 ezer ember hallgat, az Magyarországon szerintem nem nincs példa. Nincsen még egy város Magyarországon, ahol 5-7 ezer ember, cigányok, svábok, tótok, szlovének, horvátok így ennyien együtt tudnának lenni. Nekem annyira normális volt, hogy Pécset laknak svábok, vagy laknak cigányok, vagy laknak horvátok, vagy laknak szerbek. Úgy, hogy közben fel sem merül ezeknek az etnikus kategóriáknak a hangsúlyozása, fel sem merül az, hogy esetleg a társadalomnak így módon elgondolt különböző rétegei valamiféle direkt konfrontációba kerülnének. 5-7 ezer ember, mindenki emberként, mindenki nagy nyitottsággal vesz részt egy közös jamboree-ben, ahol nincs szükség rendőrautókra, nincs szükség kordonokra, és nincs szükség biztonsági őrökre. Pécs sajátos hangulatának kialakításában nagy szerepe volt a török időknek. A dzsámi, amely álljunk emblematikus... Le. Ez nem Pécs, gondolkozz már. Ez egy minaret? Egy dzsámi? Keresztül tette, harangoztak az előbb. Jó, mondjuk annyi, hogy... Elpróbáltátok csak a jelenetet. Nem, igazából nem elpróbáltuk, úgy gondoltuk, hogy fölvesszük, mert Széchenyitén nagyon dolgoznak, zajban nem vagyunk jók, úgy gondoltuk... De most ez valami vicc? Évekig hallottuk egymás között, ha hivatalosan nem is erősítették meg, hogy a Pécs szívében, a Széchenyi téren, ugye ezeket a szép kővágó szőlősi vörös homokköveket rakták le burkolatnak, és ugye időtlen idők óta az van. De nagyon sok középkori ház vagy barokkori ház belső tereit is ezzel a homokkővel burkoltak ki. A történeti Pécs város építményeiben is rengeteg ilyen innen származó kővágó szőlősi kő van. Azt mondják, hogy a Geigen Müller-féle pittyegő, az a Széchenyi téren, vagy akár a Hunyadi úton fölfelé, ami ugye a Széchenyi téren megy fölfelé a meccsekbe. Ott állítólag olyan értékeket mértek, mint a bánya közvetlen közelébe, vagy a bányában. Az elmondásuk szerint nagyon-nagyon össze-vissza csipog minden. Volt a legnagyobb sugárzás a Széchenyi és a Jókai tér között. Bementünk a Széchenyi térre, és ez tényleg december vége volt, és én egy mellénybe voltam, konkrétan ebben a mellénybe, és tehát kabát nélkül sétáltam ott. Volt egy olyan év is, amikor viszont korcsolyáztunk az utcán, olyan hideg volt,
sebkocsáinkat föl tudjuk venni, és akkor korisztunk. De a Széchenyi téren, ha beérkeztél a Széchenyi téren, ott megint búrúval kellett mászkálni. A Széchenyi téren is elég magas a sugárzás, de hát az meg az ki gondolná, ugye? Tehát nyilván megyünk be oda flangálni, illetve föl alá, és szeretünk ott lenni. Azért gyűltek össze éjszakánként, esténként annyian kívánvalóan. Hát én is ezek közé a fiatalok közé tartoztam, mert sokat voltunk a Szecskán. Ott találkoztunk, ez egy kultikus hely volt, misztikus hely. Sok energiagyűjtő ember volt ott akkor. Hát, nagyon sok embert látok azért ott tanulni, zenét hallgatni, nyilván befogadóbb az ember ilyen környezetben. Olyan karizmatikus figurái is vannak ennek a várműnek. A Pereces. Nagyon finom az óriás. Itt a finom óriás Perec, tessék! Tessék a finom óriás Perec! A szó szerint minden nap mászkált azzal a kis kocsijával, és hihetetlen. A egyhetes Pereceit árulta, és valamiért mindenki vett tőle, mert jó volt a tálalás. Régen voltak ilyen kis patkák, azt egy sütőn, amit el lehetett tücsörögni, és vizsgára készülve egy átlagos BTK-s gyakorlatilag egy középfokú nyelvvizsgára nulláról eljutott egy délután alatt. Tudtam, hogy van 2 órám, vagy hát igen, mondjuk egy 2 órám, és ezt meg kell tanulnom, akkor én ezt 2 óra alatt megtanultam. Egy ilyen könyv, hát ez nem 2 oldal, 650 oldalos könyv. Ezt az ember nekiállt, Széchenyitéren elolvastad, abban az időben. Mondom, egy ilyen könyvhöz 2 óra elegendő volt. A Széchenyi téren tanultam meg úszni, igen. Ez nagyon biztos, hogy egyszer csak elmentem oda, és fejemben átgondoltam, hogy hogy kell, és akkor elmentem a hullámba, és már tudtam úszni. Nagyon sokszor hívtak meg, hívtunk meg embereket, hogy próbálják ki ezt, de furcsa, hogy egyébként másra ez nem hat. Tehát ez csak pécsiekre hat. Kipróbálták ezt más városból származók is. Nem jött össze. Csúnya vége lett. A szerelmi kötés azért nem oldható föl egy bizonyos idő után, mert az újabb és újabb lakatok összetartják a korábban már felkerült lakatokat, és ezáltal mint egy örök kapcsolatot szimbolizálva segítenek a pár együtt maradásában. Azt hiszem, hogy az egy adott időben és egy adott térben történő csókok száma az valószínűleg jelentősen magasabb, mint bárhol máshol a városban. Egyéb élmények, vagy emlékek fűznek ide az ifjúságomnak fontos szép pillanatai. Ahol az első csók elcsattant. Nem vagyok nős. Én még beszélhetek erről. Más. Úgy hiszem, hogy ott ugyanez igaz nagyjából a tapizás pozíciókra is. Más az ölelés. Más a csók. Talán a dugása nem, de ebben nem volnék egészen biztos, nem tudom. Szeretem. Csak pécsivel. Gyerekek! Na! Én szeretném ezt a várost úgy látni, ahogy megérdem. Volt itt egy szeles klub, ami az útban lehet, hogy éppen ez volt. Ugye, innen nem messze van. Igen, az a szeles klub, és ott a Szélkiáltó ott indult. Amely még ma is létezik, 36 éve működik. Magyar költészet legszebb verseit énekeljük, tehát egy régi hagyományt követünk. Volt a gyár nevű hely, ez megvan még? Meg, persze. 3 hely, a Dante, a Papucs, illetve a Kioszk, ami ott van a Barbakán sétányon. Világörökség része, ami egyébként azért hívjuk Bermuda háromszögnek, mert hogyha éjszaka részekben belekerülsz, akkor nem tudsz kijönni. Először csináltuk a panorámát, utána hogy... Legelőször talán Kazinci. Csak egy koncert, egy-két koncertet csináltuk, de mi csináltuk az elsőket, és aztán utána, hogy vérszemet kapott a blues éhes népek serege, és akkor utána ilyen blues kocsma lett. Tehát a Szigeti Petőfi Hungária, az már a zöld, és akkor mehettél a zöld, és a zöldből még elzavartak, és mi menni akartál, akkor lemehettél az ilyen nappali kocsmába. Papucs az még mindig, az még mindig létezik, olyan nével fut, hogy borozó. A 100 éves borozó, ahol apukám mindig szólt anyukámnak, hogy akkor elviszi a fiát, tehát engem fagyizni. Sokszor szoktam fagyit enni. Amiből én már tudtam, hogy fröccsözés lesz, mármint apukám részéről. És hazafelé mindig előkerült az a mondat, hogy de a 2 gombóc csokoládé tejszínhabon kívül anyának nem kell sok mindent elmondani. Gyár, és utána lett a Hard Rock Café. És akkor a Hard Rock Caféban is én voltam a koncertszerzőtelen 2-3 évig. A Rák az már gyakorlatilag nagyfiúknak való volt, tehát mi a szórakozást az úttörőházba kezdtük. Úgy volt, mint ahogy most meséltem, hogy Dante, Kino, Zöld, akkor még úgy volt, hogy mit tudom, Vaskos utána meg Rák. Mondtuk otthon, hogy elmegyünk, nem tudom, tanulni valahova. Az ifjúsági házba
jártak az emberek, ott már a budik azt hiszem este 11-ig voltak. És akkor követett minket a fateron, otthon van, természetesen a kalamárisban kötöttünk ki, és akkor így bejött és mondta, csak akartam látni, hogy hova. Dozsó. Az is egy hely volt, egy művelődési házja. Kicsit a háttérbe húzódva néztük a táncteret csendben. A főépület, amelyik az előtérként funkcionál, az... az tele van ilyen régi eózimokkal. Misina járatokkal este felmentek a Misinára, a tévétoronyba bulizni. Pannonia bár, Borostyán, Süket, van egy csomó sarokház, egy csomó olyan hely, ahol Olimpia bár. Az Olimpia bár manapság sem vesztette el a jelentőségét. Ez a különösen furcsa ebben a létesítményben, mert nem egy zenekar próbaterme, éppen itt az Olimpia bár alatt húzódik. Ez egy balatoni szobor volt. A Balatonfüreden volt egész pontosan, csináltak többet a Bajor-Gizi sétányra, csak egy kimaradt, ez volt a tartalék. Nem akarták elpazarolni, és úgy voltak, hogy a balatoni feelinget a pécsi munkásoknak nagyon jól el tudja hozni egy ilyen sellő. Csak igazából a sellőnek a vége sincsen kész. Később a köznyelv ragasztotta rá azt a gúnynevet, hogy az Uránérc hableánya. Amikor ment az Uránérc bánya, akkor éjjel kettőkor is lehetett rántott húst enni az Olimpia étteremben. Kérlek, ne késsük le, Miki. De miért mit? Most az őrség, figyelj, az őrség, négy tornyot kéne venni. Négy tornyó, ami előtt tudtuk. De figyelj, az őrségváltásnak meg kell lenni, és az meg most van. Figyelj! Nagyon aranyos vagy, vegyük fel itt a négy tornyot, jó? És az őrségváltás lesz de még később, lesz még később is őrségváltás, és unalmas egytől egyig működik. Miklós, hadd döntsem én el azt, hogy mi az unalmas és mi nem. Jó, Pécs, az őrségváltás nélkül elképzelhetetlen. Viszont őrségváltás, ne haragudjon. Az utána lesz, az egy óra múlva kell. Hány óra van most? És az akkor mindig kerek órakor van a váltás, akkor kilépnek, és igen. Akkor váltás jön és bemennek. Tehát az őrök csak őrségváltáskor látható. És tanulás nélkül hozzányúltunk a hangszereinkhez, és tudtunk zenélni, ez túlzás, hogy tudtunk zenélni. De annyira tudtunk zenélni, hogy másfél évig létezzünk, és nem is kellett próbálnunk sem. Csak játszottunk. Tulajdonképpen úgy alakítottunk zenekart is, hogy a házbeli gyerekek, és kiosztottuk, hogy te vagy a basszus, és te a gitáros, kinek mi volt a közelébe, és gyakorlatilag mindenki hónapok alatt viszonylag elfogadottan megtart játszani, voltak saját számai. Tehát az így adásszerűen érkezik a fejedbe, és utána elkezdesz kapkodni papírért meg ceruzáért, akkor még nem volt diktafon nagyon, hogy gyorsan leírd, mert ott van a fejedben 40-50 sor, és ki kell írni magadból. Elképesztő sebességgel kezdte ontani a dalokat. Egyszer csak tényleg olyan akkordokat fogtam el, amiket így azt sem tudom mi az majdnem a mai napig. Pedig kettő szangzottan zenelmetet tanultam, de nem gitáron. Tele van olyan emberekkel, akik tényleg vagy szobrászok, vagy festők, vagy építészek, vagy zenészek, abban is komoly zenész, könnyű zenész, aztán írók, költök. Rohadt sok szobrász, festő, fotós, zenész. Jó, de ez mondjuk ez azért is lett, mert hogy egyetemváros. Álmatlanul vergődtem, és arról ábrándoztam, hogy én festeni fogok. Nekem festenem kell. Azáltal, hogy egyetemváros, ezért folyamatosan van egyfajta üdítő pezsgése a városnak. Képzőművészetben, irodalomban, zenében. És azért szép a történet, mert van egy ilyen nagy mennyiségű nyugalom. Hajnalig ezen morfondíroztam. Reggel fölébredtem, elmentem a boltba, vásároltam néhány tubus festéket. Három hónapig én úgy festettem, hogy senkinek nem mondtam meg. Uh-huh. Szomszédok jöttek, akkor behúztam az ajtót, hogy az senki uh-huh. ne lássa. A mezdőhányokhoz jártunk gyerekkorunkban folyamatosan, mert a tetején türkiz és aranysárga tavak, ülepítő tavak voltak. És ezeket a tavakat csodáltuk az elképesztő valószerűtlen színeivel, és mint utóbb kiderült, a meddőhányó komoly rádió aktivitást mutatott. A háttérben ugye Pécsen van ez a jellegzetes kékes, lilás halványfény. Hogy és... milyen fény? Milyen? Aha. Ez milyen? Hát egy ilyen kékes, halványlilás árnyalat. Gyakorlatilag aki Pécsi, ezt pontosan tudja. Én estéken kívül csörgünk és gyönyörködünk egyfajta ilyen fényjelenségben, ami mindig Pécs felől jön, ami több, mint közvilágítás. Ez mindig ugye szintén, mint az északi fénynél, azért vannak ilyen légköri befolyások, hogy most sárgának látjuk, fehérnek, pirosnak, milyennek. Tehát ez több színárnyalatban is létezik, ez a derengés, úgymond. Tudósok mondanak mindenfélét, de ami tény az az, hogy amikor ilyenkor
éjszaka sétálgatsz, akkor ez ott van. Tehát mindegy, hogy milyen évszak van, mindegy, hogy milyen időjárás van, ezt látod. Az uránbányászat a 70-es, 80-as években volt jellemző Pécsre. Ezt a bizonyos vörös homokkő kőzetet bányázták, amelynek az urán tartalma nem olyan magas, mégis annyira a felszín közelében van, hogy ezt bőven megérte az időtájt bányászni. Ez az a kőzet, amely a Jakab-hegytől indul el, de a mérések alapján, illetve a fúrások alapján bebizonyosult, hogy egészen a Széchenyi térig terjed. Nem egy tonna érc tartalmaz egy kiló uránt, hanem egy tonna kőzet tartalmaz egy kiló uránérc. Jaj, egy csomó megmagyarázhatatlan jelenségnek ezt lehet talán az oka, mert nem egy műszer mutat téves eredményeket, amikor ezt a kőzetet próbálják bemérni. A műszerek megzavarodásának egyik példája lehet az az elhíresült Maszovlet kép, amelyik a Jakab-hegynek ütközött 1949-ben. Általában gyakorlott és rutinos pilóta, mint amilyen pilóta ennek a gépnek a vezetője volt, nem csinál olyan manővert, amelyet egyértelműen el lehetett volna kerülni a toronytól, azt az utasítást kapta, hogy jobbra kanyarodjon, illetve hogy balra kanyarodjon, csak a pontosság kedvéért. Ő mégis egy jobb manővert tett, és ezzel a Jakab-hegynek ütközött. Na jó, akkor van itt nekem egy kis kütyű. Mi ez? Ez mi? Majd meglátjátok, legyen meglepetés. Az lenne a feladata a stábnak, hogy keressetek itt a környéken vörös homokkövet. Ez egy ilyen kis mérőke. No, ilyen lesz, elég nagy, elég kicsi. Elég sáros. Tele van az árokport. Vörösnek vörös, ez szerintetek is az? Belefér. Programozzuk. Jó. Jézusom. A szentség. Jézusom. Vidinét, ez gyorsan, ha minden. Az első időtől kezdve nagyon gyakran olyan betegekkel találkoztunk, amit nem csak én nem tudtam diagnosztizálni, de még idősebb kollégáim sem, sőt a professzornak is gondot okozott a kórkép. Onnan indul az, ami aztán később az egész életemre egy kihatással volt, hogy nem igazán tudták már akkor sem, hogy ez mitől van. A betegek között gyerekek, elsősorban férfiak, de nők is előfordultak. Nyolcadikosok voltunk, még mindig nézegettek minket, hogy mi lehet ebben a titok vagy a trükk. Titokzatosan is kezdődtek ezek a tünetcsoportok, illetve ez a személyiségváltozás. Mert leginkább arról számoltak be a gyerekek szülei, a gyerek, nagyobb gyerekek vagy a felnőttek, hogy valami furcsa érzés vett rajtuk urrá, ami kicsit félelmetes volt, kicsit kellemetlen, és rövid ideig tartott, de miután annyira aggasztó volt, és ezt még soha ők nem észlelték, így jelentkeztek természetesen először a körzeti orvosuknál. Azt vettük észre, hogy 3-5-8 éves kisfiúkként búklászunk a városban, már ki mennyi időt töltött itt. Szimplán ilyen migrénes tünetek vannak, és kiesnek pillanatok az életemből. Focin például, hát egy sokszor fölüldöztük egymást, és hát ilyenkor hát az András sokszor színlelt ájulást. De én nem nagyon éreztem semmit az ájulásból, előtte jól voltam, utána jól voltam. Csak mondta az anyukám, hogy a kettő között nem sok életjelet adtam. Felébredek, és nem tudom, hogy mi történt. Gyakran megfájdult a fejem, hátászavaraim is voltak, és nem tudtam, hogy a szüleim nem értették ezt. Arra keltem föl, hogy egy homokozóba fekszem egy alsógatyába, és két fasz így rúgdos, hogy levegőzök-e még. Az interjúknál nem bírtuk azt csinálni, hogy egy mederben tartsuk az összes olyan ügyet, amit szándékoztunk volna. Feladathoz azért ragaszkodni kell, mert még egyszer nem a saját pénzünkkel gazdálkodunk. Ezt majd nektek kéne tudomásul venni és megérteni. Ami érdekes, hogy országos viszonylatban csak a mi megyénkben találhatunk ilyen betegeket. A szervi eltéréseket nem találtak. Logikusnak tűnt, hogy valószínűleg akkor pszichiátriai dolog, lelki dolog van a háttérben. Úgy éreztem, amit egy ilyen csatavert valaki, hogy most így mindjárt meghalok. Pécsen belül sem egyenletes a jelenség megoszlása. Háziorvosok jelzése alapján kollégáink minden beteghez kimentek, kikérdezték a betegeket a tüneteikről. Ha iszonyat alacsonyat a vérnyomásom, mert elmentem az orvoshoz, és valami 80/60, vagy ilyen, tehát, és úgy, hogy előtte kávét ittam, tehát mielőtt leérték volna a vérnyomásom, ittam egy kávét. És miután a körzeti orvos is ezt komolyan vette, illetve hát egy félelemmel is töltött el ezeket az embereket, az, hogy egy új érzés jelentkezett, amit addig soha nem tapasztalt, felnőttek is voltak így, idősebbek is, gyerekek is,
ezt kezdték vizsgálni. És milyen lett volna, hogyha nem iszom kávét, akkor kimutatják, hogy meghalt? Erősen köhögtünk edzés alatt, meg még edzés után sem múlt el ez a köhögés, meg a tüdőnket ilyen maró, hát fájdalom érte. Amikor már egy-egy körzeti orvosnál több ilyen beteg sorba jelentkezett, vagy egy problémás ember, akkor kezdte tovább küldeni azzal a kéréssel a klinikára őket, hogy hát fejtsük már meg, hogy mi ez a helyzet. És emiatt hát kórházba is be kellett menni. Egy ilyen teljes körű vizsgálat volt, és az a helyzet, hogy a vérképemben találtak valami olyant, nem tudom, igazából nem szeretnék róla beszélni. Professzorunk a külföldi, főleg német nyelvterületi egyetemekkel, akkor oda volt lehetőség inkább tanulmányútra utazni, fölvette a kapcsolatot, és ők is csodálkozva és megdöbbenve álltak a jelenség előtt. Sztárokról szó volt. Igen. Híres emberek kellenek, de hogy orvosokkal, ti a pénzt arra költitek, hogy elmentek és interjút készítettek orvosokkal, amiről szó nem volt, senki nem említette, ezt azért egy kicsit furcsálom. A munkatársaimmal felvettük a kapcsolatot egy olyan céggel, amely speciális diagnosztikai módszerekkel foglalkozik. Iván Judit vagyok, a Virogrüber GmbH munkatársa. Ez egy német cég, amelynek a magyar leányvállalatánál dolgozom. Olyan diagnosztikai kiteket, csomagokat fejlesztünk ki, amelyek az endogén retrovírusoknak a kimutatására szolgálnak. Meglepődtünk és nagyon örültünk neki, hogy egészen a 70-es évekig visszamenőleg tudtunk mintákat gyűjteni, kapni. Az endogén retrovírusokra azt érdemes tudni, hogy ezek az emberi örökítőanyagba, illetve sok más szervezetnek az örökítőanyagába beépülve, utódról utódra továbbadódnak. Ezt a vírus Pakeman vírusnak nevezik, és azt az eredményt kaptuk, hogy ez a vírus az ország szinte minden területén az elmúlt 30-40 évben jelen van, vagy jelen volt. A vizsgálatunknak az is az egyik tárgya volt, hogy milyen gének íródnak át az aktiváció során. Erre az úgynevezett mikro-RE, vagy közismertebb nevén a chip technika alkalmas. Ez a bizonyos Fakeman vírus ténylegesen kifejez egy bizonyos fehérjét. Kvantitatív PCR-rel azt is meg tudjuk mondani, hogy ez az úgynevezett expresszió milyen mértékű. Pécsről, Pécs környékéről származó mintákban egy bizonyos tükegén jóval nagyobb mértékben kerül átírásra. A tudományban nagyon kedvelik, nagyon divatos a mozaik szavak kreálása. Ez egy mozaik szó, a transmitter über kognitív entitát kifejezésnek a rövidítés. Összeadjuk az első hangzókat az egyes szavakból, akkor kijön a tüke. A szakma szabálya szerint klasszikus értelemben nem nevezhetők ők sem betegeknek, illetve a jelenség nem nevezhető járványnak. A betegekből kiváló költők, írók, sportolók, művészek lettek. Nagy teljesítményeket értek el a zene, a képzőművészet és a sport területén. Név szerint nem említhetek senkit, de sok közöttük a művész, a színész, a képzőművész, a sportoló, illetve kutatók is. Megvizsgáltuk a betegek tüneteit, illetve hogy milyen expozíció érhette őket. Sokkal inkább a hétköznapi emberek fantáziáját mozgatja meg sem, mint amire lehetne tudományosan alapozni. Egy multifaktoriális dologról van szó, ahol számos körülmény, számos kiváltó tényező együttes hatása okozza ezt a fajta fehérje kifejeződést. Péter, rendben van így akkor a dolog? Nincs rendben, abszolút nincs rendben. De miért, a dolog. De miért mert nincs? Nem tetszik. Próbáltam megszeretni az új koncepciót, de nem sikerült. A fotós srácok maradnak a csapatba, bocsánat, tehát a filmesek maradnak, a Miklós de, nem, neked tartani kéne a kamerát, ez lenne a dolgod. Ezt csinál, nézd oda. Csinálsz, mintha te lennél. De most komolyan tényleg. Nem. Bejelentem az uraknak, hogy valószínűleg egy új csapattal megcsinálom. De ne, Péter, de várjuk meg a végét, tényleg, most már ez nem lesz több pénz. A vége én vagyok. A pénzzel ti ne foglalkozzatok, jó? Tényleg. Várjuk meg a végét. Esélyt abszolút adhatnál neki. Természetesen ki lesztek fizetve minimál.